Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a vasárnapi Psiotrilák, ahogy ezt már megszokhatták, és ezt 2020-ban sem lesz másképp, így aztán boldog új évet is kívánok önöknek. Az első adásunkban Szerbuszana köszöntelek. Szia Petra, én is köszöntöm a nézőinket. És neked is boldog új évet. Viszont kívánom! Azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes témával fogunk kezdeni, egy új kutatásnak a témájával. Azt mondják, hogy csupán az emberek fele vallja magát a barátunknak, akiről azt hittük, hogy a barátaink. Mondja ezt a kutatás. Tehát akkor az érzés nem kölcsönös, vagy akiről azt hinnénk, hogy a barátunk, ő igazából nem is gondolja ugyanezt. De vajon honnan tudjuk, hogy akkor most valakit barátnak nevezhetünk, vagy csak havernak, ismerősnek? Na hát erről fogunk ma beszélgetni annával. Anna van a barátságnak algoritmusa? Meg lehet ezt így fejteni, hogy mikor mondhatjuk azt valakire, hogy a barátunk? Hát, jó kérdés, hogy most le tudjuk-e írni egy algoritmussal, hogy kit nevezünk barátunknak, vagy sem. Ez ugyanúgy van, mind a szerelemnél, hogy most akkor mikor kezdődik a szerelem, és mikor van csak vonzalom. Szerintem nem, ez érzések szintjén dől el, és tényleg a kölcsönösség azért nagyon fontos ismérve ennek az egésznek, hogy ugyanúgy, ugyanolyan intenzívnek érezzük ezt a kapcsolatot együttesen, hogy ne csak egy oldalú legyen, hogy, hogy én barátomnak nevezlek, te pedig ismerősömnek. Mert, mert akár, hogyha veszük, hogy a közösségi oldalon hány ismerősünk van, azokat is nevezhetjük barátainak, hiszen úgy is nevezi maga a program, hogy azok mind a barátaink, de hogy ebből 5-10 ember az, aki a belső körbe tartozik. Szerintem ezt ilyen koncentrikus körökkel lehetne meghatározni, hogy van ugye a belső kör, akkor van még egy kör, még egy kör, még egy kör, és persze, hogy területenként is kapcsolódhatunk, mert vannak munkahelyi, kollegiális, olyan belső viszonyok, amik már félig meddig tényleg ilyen barátságok, de az egészen más, mint az a gyerekkori barátság, akivel már itt a kisiskolás korunk óta, mint barátok vagyunk, és a találkozunk, mindig ugyanonnan folytatjuk, ahonnan abban hagytuk. Azt kérdeztem, hogy van-e algoritmusa, de mégis tudunk olyan jelzőket, mondatokat, dolgokat mondani, amiből, amiből azt szűrjük le, hogy valaki a barátunk azt mondott, hogy akár gyerekkorunktól ismerjük, és mindig ugyanott tudjuk folytatni a beszélgetésünket. Tehát akkor fogalmazzuk azt meg, hogy kit nevezünk barátunknak. Mit nevezünk barátságnak? Hát, szerintem ez a, az intimitásnak egy olyan szintje, amiben ott van a feltétel nélküli elfogadás, a bizalom, az empátia, a kölcsönös támogatás, az egymásra utaltság, a, akár a titkoknak a megosztása és megtartása, a közös összekapaszkodás nehézségekben van az a történet szerintem kicsit ilyen meredek, de mégis kifejezi akár a barátságnak a lényegét, hogy az igazi barát nem az, aki egyrészt elmegy veled ebédelni, hanem az, aki elmondja, hogy a fogad közé ragadt egy darab káposzta, tehát azt is el tudja mondani, hogy nem ágy óra ez a ruha, vagy most ez számodra előnytelen, vagy most akár építő kritikusod is tud lenni, illetve az, akihez éjjel becsengetsz, éjjel háromkor, hogy megöltél egy embert, egyetlen egy kérdést tesz fel, hova ássuk el a hullát, pont. Hát, hogy ez a fajta bajtársiasság, vagy hogy nem azért van ott, hogy megítéljen, hogy erkölcsi prédikációkat mondjon, és hogy elmondja, hogy azt miért csináltad rosszul, hogyan, hanem akár még egy rossz döntésed esetén is valahogy úgy cinkosod legyen, vagy, vagy támogasson akár valamiben. Persze erről mindig azok a régi baráti élmények jutnak eszembe, amikor akár egy, -egy ilyen szerelmi kapcsolatban, mit tudom leskelődni kellett a másik pasija után, hogy ez akkor mi van, vagy hogy van. Tehát, hogy rengeteg olyan apró kis történet, vagy csíny összeköthet bennünket, ami, ami tényleg egy ilyen közös titok maradhat, akár éveken keresztül. Miből ismerhetjük fel azt, hogy valaki ugyanúgy barátként tekint már ránk, mint mi rá? Tehát ugye a kutatása arról szól, hogy mi sok emberről azt hisz, vagy hogy az emberekről, akikről azt hiszük, hogy a barátunk a fele nem is barátként gondol ránk. Mi az, amikor tudjuk, hogy ez a dolog kölcsönös? Tehát, hogy, hogy mint ahogy te is mondtad itt az elején, hogy mikor vált át a vonzalom szerelemmé, tehát honnan tudjuk, hogy ez a kapcsolat átlépett egy olyan küszöböt, innentől kezdve barátságról beszélhetünk. Szerintem akár egy-egy történés is, is meghatározhatja az életünkben, hogy akár egy nehézség kapcsán ott áll mellettem. Nem feltétlenül úgy, hogy tanácsokat osztogasson, hanem egyszerűen támaszként érdeklődik, kommunikál velem. Tényleg van olyan időnk, amikor el tudunk menni, kávézunk, beszélgetünk. Megosztjuk egymással a történeteinket, és talán ezt az egyik barátnőm fogalmazta meg legjobban, hogy az van a, a, a legtöbb ilyen ismerős kapcsolata, hogy egy idő után már nincs miről beszélni mert hogy nagy dolgok nem történnek azért olyan gyakran velünk, és ugye baráttal nagyon sokszor megosztod a hétköznapodnak a részleteit, azt, hogy hogyan kávéztál, mentél a suliba, vitted a gyereket, elkéstél, na ezt most fél év után, hogy mondd el valakinek, vagy hol van az a pont, ahol egyáltalán kapcsolódni lehet, azért mégiscsak szükséges a kapcsolatnak az a ritmusa, hogy, hogy azért tudjunk egymás életének azokról az apró részleteiről, aminek egyáltalán nincs esemény értéke. Azt, hogy most elkésel ma reggel az iskolából, az nem olyan nagy történés, de hogy ha például közösen tudunk nevetni azon, hogy hát igen, mi nem ilyen reggeli típusú emberek vagyunk, és hogy kapkodjuk össze magunkat, meg miket csinálunk, akkor, akkor az már egy, egy olyan történet, aminek vannak ilyen folytatásos részeit. Szerintem ez olyan, mint egy ilyen jó sorozat, hogy minden napra van egy rész, és minden napban történik valami olyan dolog, ami kölcsönös nem egy olyan film, aminek egyik évben van egy része, és másik évben egy másik része. Talán ez az ismerettségi viszony, hogy túl sok idő telik el ahhoz, hogy megint bele tudj kapcsolódni a másik ember életébe. Mi ez a fajta kölcsönösség? mikor beszéltünk egy barátságban kölcsönösségről, mert ugye a feltételezem, hogy ez a kutatás abból is eredhet, hogy mi mondjuk úgy viszonyulunk az életőhöz, mint egy barát. Tehát, hogyha a mi ajtónkon ő bekopogna, akkor biztos, hogy mi azt mondanánk, hogy hova ássuk el. Viszont fordított esetben, hát ugye a példád a kapcsolatban, fordított esetben, ha én bekopognék mondjuk hozzá, ő rám csukná az ajtót. tehát, tehát valószínűleg ez nincs, ez az adok-kapok viszony. Mi hozzánk mondjuk ők 50 jöttek vacsorázni, mi még egyszer sem kaptunk megkívást. vagy nem tudom, hogy milyen. Tehát ez az adok-kapok viszony a kölcsönösség. Szerintem ennek az egyik oka, amit a legmarkánsabban látok, ez a fajta irigység, ami jó esetben is ott van a, akármilyen barátságban. Tehát, hogy tökéletlen kapcsolataink vannak, és akár verbálisan is ki tudjuk fejezni, hogy igen, wow, most irigy, irigykedem rád, de ezt jó értelemben is el tudom mondani, hogy én itt ülök benne a munkahelyemen, és te milyen jól nyaralsz, de hogy ezen közösen tudunk nevetni. De az a fajta irigység, ami nincs kimondva, Például, hogyha mondjuk státusban valakinek magasabb státussal lesz, vagy akár több pénzt keres, vagy egy kicsit jobban megy a dolga, akkor nagyon sokszor azt látom, hogy kitermelődik egy olyan indulat, vagy harag, vagy belső dű, ami akár az elidegenedéshez vezet, és szépen lassan a másik kivonja magát láthatatlanul a kapcsolatból, hogy te végül is csak egy idő után veszed észre, hogy jé, már valami nem stimmel. Tényleg már 30-szor meghívtam, és ő még egyszer sem. De ez nincs kimondva. Tehát, hogy, hogy, akár a kutatás is erre mutathat rá, hogy, hogy, valamiért megtörténik ez az eltávolodás, de ez nem úgy, hogy na most soha többet nem leszünk barátok, és akkor felejtsük el egymást, hanem, hanem a kimondatlan dolgokból egyszer csak megszületnek ezek a távolságok. Hát igen, nagyon érdekes, hogy Például fordított esetben, hogy van ez a dolog, amikor mi nem tekintjük a másikat barátnak, és nem is nagyon szeretnénk, hogyha ez a kapcsolat mondjuk jobban elmélyülne, viszont a másik oldalról meg egy elég intim. Uh, 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 nem is tudom, kapcsolat van, tehát, hogy ő szeretné megosztani a mindennapokat, többször felhív telefonon, keresi a társaságodat, úgy viszonyul hoznád, szokták ugye mondani, hogy oda jött hozzám, és olyan úgy csinált, mintha ezer éve barátok lennénk. Ugye, tehát, hogy amikor a másik oldalról megvan, de részedről nincs meg, akkor ilyenkor mi a helyzet? Mi nem nyitottunk eléggé, vajon szeretnénk-e ezt a dolgot mélyíteni, tehát, hogy mélyítsük, vagy adjuk meg az esélyt, vagy hogy tudjuk Mondjuk ezt a falat megtartani, hogy én nem szeretnék mondjuk ennél több barátot, mint, a, mint ami van, ha komolyan gondolom a barátszónak a fogalmát. Ja, hát ez így nagyon nehéz lehúzni ezeket a határokat, főleg nyilvánvalóvá tenni, mert ezt amúgy kinek mondod el, hogy figyelj, nem szeretnék több barátot, hogy légy szív, vissza, és ne közel egy felém. Hanem nagyon sokszor ennek olyan aprója nonverbális jeleit adjuk, vagy akár hűvösebben viszonyulunk, tehát, hogy, hogy ebből is, hogy a másik nem veszi a jelzést, akkor nagyon nehéz ezt, ezt, ezt úgymond olyan mederbe tartani, hogy, hogy tényleg egy olyan kapcsolat legyen, hogy emiatt ne szűnjön meg, hanem maradjon, akár a felszínes ismerettség szintjében. Ezzel sincs semmi gond. És tényleg az van, hogy hogy a barátságban is, hogy, hogy nem tudunk egy idő után több embert befogadni, mert azt fent is kell tartani, ápolni kell ezeket a kapcsolatokat. És hogyha kitágítom, akkor lényegében pontosan a barátság, mint fogalom, fog egy teljesen más értelmezést nyerni. Na most én azt látom, hogy végig is csoportokban a csoportvezető az, aki pontosan ezeket a határokat leszokta húzni. Például a tréningnél soha nem szabad uh, ilyen nagyon mély önismereti szintre menni, mert megnyit olyan csatornákat, amiket utána nem tudsz lezárni. Na egy ilyen felszínes ismeretségi kapcsolatban is az van, hogy ha te a másikra ráterheled az intimitásodnak olyan részleteit, amivel a másik nem tud mit kezdeni eleve, például egyszerűen csak, hogy elfogadja, vagy valamit hozzászóljon, nem, hogy még ő is elmesélje a sajátját, tehát, hogy, hogy ezt, ezeket valójában tényleg jelezni kellene, hogy hol vannak az én határaim. De van, amikor a másik egyszerűen nem érti ezeket a jelzéseket, és akkor telefonnal bombáz, meg 226 üzenetet küld, meg, meg akkor akár elkezd érzelmileg zsarolni, hogy nem is figyelsz rám, és akkor csak így nézed, hogy de végülis mikor ígérted ezt meg, vagy Hol van ebben akár a terészed, mert hogy, hogy az is egy teljesen uh, racionális döntés, hogy uh, nekem nem fér be több az életemben most adott pillanatban, és én nem szeretném ezt annyira elmélyíteni ezt a kapcsolatot. Hát ugye itt mindig van egy pont, azt hiszem, amikor eldöntöd a részedről is, hogy ez hol van ennek a vége, vagy hol nem. Tehát, hogy nálam mindig az szokott lenni, hogyha már így az előző műsorok kapcsán az ajándékozásra visszatérünk, hogy, hogy, hogy a, elérkeznek mondjuk az ünnepek, és rájövök, hogy hú, hát én már annyira közeli kapcsolatba kerültem ezzel az illetővel, hogy hát én már neki ajándékot kell vegyek karácsonykor. És akkor itt van az a pont, hogy akkor én... Um, elindítom ezt a kört, hogy akkor mi um, innentől kezdve ilyen szoros kapcsolatban vagyunk, vagy továbbra is tartom ezt a jól el vagyunk, jól legyezünk, jót beszélgetünk, de még mindig nem lépjük át azt a fajta intim határt. Tehát, hogy, mert az ember egy idő után, szerintem ahogy telnek, múlnak az évek és idősödik, rájön arra, hogy nem tud például annyi kapcsolatot fenntartani egészségesen. Úgyhogy odafigyeljen ezekre, tényleg is ápolja. És azt látom, hogy azok a baráti kapcsolatok, amelyek úgy megerősödnek, azokat szoktuk beemelni, aztán keresztülőknek, ugye a kötelező testvéri, meg nem tudom milyen kapcsolatok mellé, hogy azokat végig is úgy emeljük családszintre, hogy a gyerekeinknek a keresztülei lesznek, és akkor az már egyfajta komasság, az már egyfajta rokonság. Sőt, azt is mondja a az irodalom, ugye a barátság irodalom, hogy azok a személyek, akik több mint tíz éve vannak az életünkben, ilyen barátok, azok már nem is barátok, hanem családtagnak számítanak. Tehát ők belépnek a belső körbe. Mert, mert tényleg olyan, hogy, hogy ők a választott családom, mert hogy, hogy lehet, hogy tényleg többször voltak az életem kritikus helyzeteiben, vagy nem. olyan szituációkban, amikor tényleg a család nem is tudott úgy ott állni, hogy, hogy ő volt az, aki belépett, és mondjuk akár családtag szintjén empatikusan tudod segíteni azokban a szituációkban. Van köze ezeknek a viszonyoknak, kapcsolatoknak a szeretett nyelvünkhöz? Gondolok én itt arra, hogy lehet, hogy ő is a barátom akar lenni, én is szeretném, hogyha a barátom lenne, de mondjuk én úgy fejezem ki, hogy állandóan meglepem ajándékokkal, mert az én szeretett nyelvem mondjuk az ajándékozás, így fejezem ki a szeretetemet és a szimpátiámat, Míg az övé, mondjuk, a minőségi idő. És ő nem érti, hogy én miért bombázom őt mindig egy rúzsal, egy aprósággal, egy kekszel, egy csokoládéval, egy valamivel, mert én így próbálom ezt a fajta színpadját. Míg egyébként ő nem viszonozza ezt, mert így nem, nem, nagyon érti, hogy ezt minek kell. Tehát, hogy van, van köze <gül> <gül> ezeknek a dolgoknak? <laughs> és nagyon gyakran, hogyha a másik is ugye észreveszi ezt az egészet, és nevén tudja nevezni, akkor a barátság tényleg el fog bírni egy építő kritikát, hogy figyelj, nem kell a 226. rúzsok, a fontosabb lenne, hogy elmennénk kávézni. Na, én ezt jó megkaptam a saját barátnőmtől, Pont akinek mindig nagyon sokszor el szoktam mondani ezt a, ezt a példát, ugye az igazi barát az aki. Mm. És amikor uh, doktoráltam, akkor uh, nagyon sok könyvet ő kellett kivegyen Amerikából a könyvtárba, meg küldözgesse, meg adtam neki 226 plusz feladatot, hogy most ide menj, ezt csináld, azt csináld. És ezeket nekem olyan természetes volt, hát barátom, nem? Mm. Most meg kell tegyem, mert hát most ilyen időszak van. És egyszer egy ilyen kaptam egy SMS-t, több hullát ne küldjél, puszi Andi! Tehát oké, okay, hova el a nullát, de több nem kell. Tehát, hogy, hogy pont az a lényeg, hogy, hogy oké, okay, hogy én kértem tőle, de hogy, 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 már nem volt meg az az idő, amikor, hát hogy lehetett együtt tölteni időt, hogy beszélgettünk semmiségekről, történetekről, tehát, hogy nem az én doktori dolgozatom képezte a barátságunknak a lényegét, amikor én abban a beszükült állapotban én csak annyit láttam, hogy ő, mi barátom, nekem most kell segítsen. És ő csak meghúzta ezt a határt, jó, jó, segítek, segítünk, de most már úgy többet nem. És ez szerintem nagyon fontos ezeket kimondani, mert ebben az esetben ugye a humornak, a viccnek, akár még egy ilyen szarkasztikus, ironikus kifejezésnek is, megvan az a lényege, hogy, hogy megbírja ez a kapcsolat, és jót nevetünk, és azt mondjuk, igen, végülis tényleg ez van. De hogyha ezeket nem mondjuk el, akkor létrejön akár egy ilyen fajta passzív agresszió, hogy mondom is, de nem is mondom, de beszólogatok, a másik félig érti, nem érti, akár megromolhat úgy egy kapcsolat, és talán ez az egyik ismérv, hogy, hogy egy jó baráti kapcsolat meg fogja bírni azt a mondatot, ami lehet, hogy vágó, azt a kritikát, ami lehet, hogy rosszul esik, és gomboc marad utána a torkodban, de hogy az őszintesség, meg az, hogy tényleg nyíltan tudjunk kommunikálni, és a, és a másik tényleg rá tudja mutatni olyan fekete pontjaimra, olyan területekre, amiket én nem ismerek. Ebben van a barátságnak is egyfajta öm, olyan hatása, hogy segít a személyiségfejlődésben. Ez a mérleg egyik nyelve. A másik nyelve pedig az empátia feltétel nélküli elfogadás, mert az is kell. Tehát, hogy, hogy mind a kettő ott kell legyen. Befolyásolja a baráti kapcsolatainkat a közösségi média, vagy ezek az új eszközök használata? Tehát pro kontra. Mert ugye nyilván azzal, hogy most már ott is üzenetet válthatunk, és megkérdezhetjük, hogy a másik hogy van, kibe mondjuk egy találkozást. Igen, tehát én most ezen szok erre válaszolni, mert én tehát akár a, baráti kapcsolatom 80%-át ezeken az eszközökön tartom fel, mert messze vagy vannak. De jó, a pró, meg hogy a... Igen, tehát hogy jó, mert hogy, vagyunk. hogy igen, és tudok kapcsolatot teremteni. A konta talán az, hogyha mondjuk helyben lennének, és mégiscsak ide limitálódna ugye a kommunikáció, akkor meg pont a húsvér emberi rész maradna ki belőle. Tehát ez nem, nem, fogja helyettesíteni azt, hogy leüljünk szemtől szembe egymással, találkozzunk. És talán tehát hogy az, az itteni baráti kapcsolataimat nézem, és, és, csak egy történést emelek ki belőle, hogy van, egy, van két barátnőm, akivel szerintem hát négy éve biztosan tervezzük azt, hogy elmegyünk velneszezni ide a közelbe. És most nem ezen a héten, mert jövő héten, és nem jövő héten, az utáni héten. Tehát, hogy hárman nem tudunk egy olyan időpontot összeegyeztetni, ami mind a hármunknak jó, hogy tényleg megbeszéltük. Én és szerintem ez... te vagy a legnehezebb faktor. Nem. Képzeld el, hogy nem. Nem. Most ebben pont nem én, hanem uh, ugye valahogy olyan, mint hogy a bioritmusunk más lenne, tehát, hogy amikor én vagyok, akkor ők nincsenek, mikor ők vannak, én nem vagyok, tehát hogy valahogy ez a meccés pont nem talál, mert mind a hárman foglaltak vagyunk, persze van szabadidőnk is, csak nem mindig van az a szabadidő akkor, meg nem mindig tudjuk úgy megoldani a gyerekeket, hogy tényleg ez egy ilyen lányos dolog le legyen. És uh, most az egyik hétvégén döntöttük el, hogy, uh, hogy egy előadás sorozatra közösen elmegyünk, na az ügy össze is jött, tehát hogy legalább egy annyi, de még velnesz, még mindig nem jutottunk el három év után pedig. Hát az előadás után valahova. A be kell menni. Igen. Hát azért érdekes, hogy ezek a baráti kapcsolatok honnan indulnak és hova fejlődnek. Mikor veszük észre, hogy mondjuk egy barátságból uh, már, uh, tehát hogy egy barátságnál már nem mondhatjuk azt, hogy barátunk a másik? Hát igen, ez. Uh, tehát ugye. ez is az, a kiülés igen. fázisa. Ez akár lehet egy csalódás, mert ő volt egy olyan szintén hármas baráti kapcsolatunk, ahol a, az egyik tag egy olyan árulást követett el a harmadikkal szemben, hogy a második is jelen esetben én egyszerűen nem, nem tudtam azonosulni ezzel a döntéssel, és uh, valahogy úgy szétment ez a hármas pont emiatt, hogy ez egy akkora árulás volt, és egy akkora hátba hogy az egyszerűen nem lehetett lenyelni. És hogy fel is bomlott ez a trió, és uh, ketten megmaradtunk egymásnak, de az, más, az már, nem lett olyan szoros, persze az is megint a földrajzi távolság miatt is, mint, mint ahogy hármasban voltunk. Tehát, hogy ez egy ilyen betonbiztos, ilyen klik és erős kapcsolat volt, akkor felbomlott, és ugye a, kettes megmaradt, de ez, ez, ez már nem, nem, ugyanaz. Valószínűleg az életciklusunk is rengeteget számít ugye ebben a, ebben, ebben a történetben, mert teljesen más az, amikor sokkal több én időt, szabad időd, barátokkal együtt töltött idő, ugye nem voltak gyerekek, tehát hogy jó, mi is akkor a házat építettük, de az sem volt egy olyan tényező, amiben annyira be lett volna korlátozva ez az idő. Tehát sokkal több szabadság volt. Valahogy ez a fiatal felnőtt korunknak az az állomása volt, amikor tényleg volt idő erre is intenzíven. És, és az eltávolodás ugye akár akkor is megtörténhet, amikor egyik ciklust vált. Hogy mondjuk elköltözik, gyereke lesz, és a másik kettő még mondjuk tud bulizni, mert nekik még nincs párkapcsolatuk, vagy nem nem kell ugye a gyerekek, gyerekekkel uh, ott legyenek, mert ugye jelen kell legyél a gyereked életében, és uh, akár akkor is, amikor mind a ketten meglépitek uh, ezt, a, ezt a, akármilyen ugye, uh, életmódbeli változási szintet, és akár ugye vagy foglalva, mint például a jelen esetben mondjuk te a költözése, hogy egyszerűen egy idő után kiszorul ugye az az idő, mert, mert egyszerűen ezekben a helyzetekben muszáj magadra fókuszáljál, és, és teljesen cselekvés központúan gondolkodjál. Tehát, hogy, hogy akkor is, amikor egyik lépik, és akkor is, amikor mind a ketten léptek, és mind a ketten léptek, annyi dolgotok lesz, hogy egyszerűen akkor valahogy úgy kimarad ez az egész az életetekből. Na, de vajon... Na... Tehát, hogy én azt gondolom, hogy bármennyire elfoglaltak vagyunk, vagy bárhogy is alakul a kapcsolatunk, ha valaki a barátunk, akkor vágyunk az ő közelségére, vágyunk a velünk való találkozásra, beszélgetésre. És ha tudod, hogy fizikailag képtelen is vagy, én például sokszor órákig beszélgetek telefonon ilyen barátnémmel, vagy azért, mert mondjuk városban, más országban laknak nyilván, de van, hogy azért, mert egyszerűen képtelenek vagyunk összehozni egy találkozót, és este mondjuk tíz után van az, amikor az embernek tényleg semmi tennivalója, de este tízkor már hulla fáradtan, úgyhogy reggel korán kell kelnie, nem tud fölöltözni, kimenni és otthagyni a családot de akkor, akkor legalább telefonon beszéljünk, és megosztjuk ezeket a dolgokat. Tehát, hogy valahol úgy érzem, hogy nyilván az életmódbeli váltás, és akkor vissza is térnék, mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy, hogy mi van ugye akkor, amikor mondjuk te gyereket vállalsz, de a barátnődnek még nincsen, és, és megszűnnek egy kicsit ezek a, a témák, amik ami közösen foglalkoztatnak titeket, mennyire szakad meg itt a barátság, vagy valakinek egy nagyon nehéz időszaka van befordul, és egy ideig vigasztalod, vigasztalod, de egy ide után az az igazság, hogy a te energiáidból is veszítesz azáltal, hogy őt folyamatosan ö, ö, támogatod, tehát, hogy. Igen, én azt látom, visszatérve az előző kérdéshez is, hogy egy jó barátság meg kell bírja ezeket az időszakokat is, amikor uh -huh. nem tudunk annyit találkozni, amikor egyszerűen elfogadott, hogy a másik, másik egy másik életciklusban van, vagy hogy most nem tudott támogatni, tehát hogy ez is benne van a, a pakliban, hogy igen, ilyen időszakai is lehetnek egy barátságnak, és ez is teljesen rendben van, tehát hogy ettől még nem romlik meg egy barátság, most egy másik szakaszt élünk meg. És ugyanúgy, a párkapcsolatban, az eltávolodás, után, hogyha jön ez az újra közeledés, és megint össze tudunk kapcsolódni valamiben, és ez egy személyiség, a fejlődési lépcsőfok is, hogy igen, neked még nincs gyereked, de tudsz -e a barátnő gyerekéhez úgy kapcsolódni, hogy örülsz annak, hogy, hogy, igen, ő most már édesanyja lett, és kíváncsi vagy az ő történetére, vagy frusztrált, és azt mondod, hogy na, hát igen, és ő már csak a pelenkákról tud beszélni, és erről, meg arról, tehát mind a kettő kell lépjenek ugye, ebben az egész történetben, hogy hogy átalakuljanak. És ugye egy, egy jó barátság valahogy ilyen spirálisan tudja követni az életciklusbeli váltásodat is. És, és valóban vannak olyan barátságok, amik akár gyerekkorodtól időskorodig tartanak. Vannak olyanok, amelyek valahogy úgy megszűnnek, vagy eltávolodtak egymástól. Például akár gondolok, én is itt az osztálytársbeli pattársnői kapcsolatra, persze most is nagyon jókat beszélgetünk, kávézunk, amikor találkozunk, vagy amikor összehozzuk, de az már nem ugyanaz a szoros kapcsolat, amikor napi szinten uh -huh. ott voltunk egymás életében. Azt hiszem, hogy a legnagyobb probléma ezzel az egésszel az, hogy talán nem tudjuk pontosan, mi a barát szónak a fogalma, tehát hogy mit akar ez a dolog, ezért sokszor könnyebben kijelentjük azt, hogy valaki a barátunk vagy sem. Illetve ami végkonklúzió a beszélgetésünk alapján, én legalábbis amit leszűrtem, hogy ebben talán hagyatoszka, hagyatkozhatunk, és ez nagyon nehezen ment, mm -hmm. de hagyatkozhatunk tényleg az ösztöneinkre, az érzéseinkre, akár egy, mint egy pár kapcsolatban, hogy azért meg lehet érezni, hogy valaki tényleg a barátunk, vagy csak egy egyszerű ismerősünk, és ennél nem több, vagy nem is lesz. Ezzel le is zárom a műsort, mert már nekem is összeakad a nyelvem jövő héten, vasárnap találkozunk, és akkor reméljük, hogy egy újabb érdekes témával készülhetünk önöknek, és tanácsokat adhatunk, vagy segítséget a mindennapjaikba. Köszönöm Anna, hogy itt voltál velem. És köszönöm a beszélgetést. Viszontlátásra. Viszontlátásra.